Az ünnepélyes szalagátvágás után már gyereksivajtól volt hangos az óvoda előtti játszótér. A kicsik minden eszközt kipróbáltak, szívesen ültek a hintába is. Szeretek. És milyen játékokat fogsz még itt kipróbálni? Beleugrok majd a homokba, mint a medence lenne. A szülők és nagyszülők körében már a régi játszótér is népszerű volt. Hetente kint vannak, és gyakran járnak ide ki. És miért jó ide kijönni, miért jó így játszani, miért jó együtt? Magukat a gyerekek itt nagyon, a barátokat is találtak, és jó érzik magukat. Az óvodai eszközök beszerzése mellett szakmai programokat, rendezvényeket, illetve informatikai fejlesztéseket is megvalósítanak. Felső Szent Iván stabil anyagi helyzetnek örvend, pályázati előfinanszírozáshoz vettek csak igénybe folyószámlahitelt. A kormányzati adósság átvállalásnak köszönhetően most ettől is megszabadult a település. Ma sincs hitele az önkormányzatnak, jelentős tartalékaink vannak, különböző módon földvagyona van az önkormányzatnak, gépvagyona, ingatlan vagyona, jó gazdálkodása mellett úgy gondolom a stabil kasszája is van, ami nem hiszem, hogy jellemző a térségben és Magyarországon sem, még az adósságrendezés után sem. Erre mi büszkék vagyunk, és ezért is örülünk, hogy ebből a pénzből jutott nekünk. A térség országgyűlési képviselője Zsigó Róbert szerint fontos, hogy a települések megszabadulhatnak az adósságaiktól, mert így a fejlesztésekre is több pénz jut. Azok az adósságok, vagy azok a hitelek, amelyek megvoltak, azok a kormány általi átvállalás után megszűnnek, vagy legalábbis a kis településeken mindenképpen megszűnnek. Nagyobb településen, mint például Baja városában pedig jóval csökkennek. Ez mindenképpen mozgásteret jelent az önkormányzatnak, és ha az önkormányzatnak mozgásteret jelent, akkor a falunak is mozgásteret jelent. Felső Szent Ivánon további fejlesztéseket is végrehajtanak, amelyben parkosítás, sétány, illetve játszótér építés is szerepel.